héttel ezelőtt találkoztam Istvánnal életemben először. És amikor kiállt átvenni egy díjat, már szeretek foglalkozni a tehetség gondozással, és ő megjelent az egyik fiatal tehetségként, aki részesülni fog egy egyéves támogatásban, egy amerikai alapítvány által finanszírozott támogatásban, és ott a színpadon megszólalt, hát mondom, te jó ég. Tehát én annyira hiszek abban, hogy a fiatalokat, de a felnőtteket is, de a fiatalokat meg kell tanítani minél hamarabb, ilyen szinten, és ugye becsempéztem, csaltam, valóban, zárójelben, becsempéztem a fiamat. Ő nem a legfiatalabb, idáig a legfiatalabb, akit színpadra állítottunk, egy kilenc éves kislány volt, aki megfagyasztotta 170 ember számára a levegőt. Magabiztosan úgy sétált a színpadon, mintha ide született volna. És van több olyan ember ebben a teremben, aki át tudja élni, kedves Judit, át tudja élni azt az érzést, amit mások is a készülődés, ugye, Viki, amikor már az ember tudja, hogy hoppá, itt már nincs visszaút. Ez nem csoportterápia, de mégis valahol ráül egy ilyen, egy, egy, egy ilyen színezete, és látjuk, hogy minden egyes ember egy egyedi és megismételhetetlen egyéniség akinek van akár egy komolyabb, akár egy Danihoz hasonló olyan tragikus pillanat, ami onnantól kezdve meghatározza az ő életét, de Dani bebizonyította nekünk azt, hogy ő hozza meg, akár Dávid, ahogy ő mondta, hogy én döntöm el, hogy ki leszek, és azzal, hogy Dani végigcsinálja az ilyen jellegű képzést, ő dönti el, hogy azt a színezőt ő milyen színekkel és milyen krétákkal fogja kiszínezni. És én ezt tartom csodálatosnak, mert amikor elindulunk, az, amit ő mond, az valóban így van, és sokan általában nagyon megijednek az elején, mert azt mondják, hogy én ezt nem tudom csinálni, hát nem gondoljátok, hogy én ezt megosztom mással. És mégis minden egyes alkalommal azt tapasztaljuk, hogy amikor elkezd nőni a merészsége, nő a bátorsága. És soha nem mondjuk is, soha nem mondjuk meg valakinek, hogy miről beszéljen, mert azt látjuk, és azt tapasztaljuk, hogy ez megoldódik. Én nem mondtam Istvánnak, ezek után még örülök is neki, hogy nem mondtam neki, hogy miről beszéljen, de meg tudják oldani ezt a kérdést, és előjönnek olyan kérdésekkel, tegnap kedves Jánossal az orvosi rendelőben gyakoroltunk, Biztos vagyok benne, hogy abban az orvosi rendelőben még soha senki beszédet nem mondott úgy, mint János. De ott van a polgármester úr, aki ugye kiállt és vállalta, Kartiról nem is beszélve, hihetetlen, hogy mit tudunk produkálni. Gábor? Hát föl kell tenni a kérdést, hogy ez az ember dadog? Hát ez színész, hát ő beviszi ezt a dadogást. Azért tudtunk ilyen eredményeket elérni, mert olyan emberekkel vagyunk körülvéve. Van egy úri ember, aki nem állt ki. Őt úgy hívják, hogy Kisházi Gergely. És ő volt a hangkócsunk. Tehát ő az, aki akiért életünkben először, és mindjárt elmondom, hogy ez miért az első magyar ilyen jellegű képzés, ő segített nekünk abban, ugye a magyar nyelven van egy sajátosság, ami mondjuk az angol nyelven nem. Az angolban nem muszáj a mondat végén levinni a lejtést, az angolban az lehet, a magyarban pedig ez kéne. És ő segít, megmondja, hogy kell levegőt venni. Tehát nem olyan egyszerű. Azért vállaltuk ezt a magyar, a magyar képzést, mert engem nagyon érdekel a technológia, és találtunk egy olyan magyar algoritmust, ami úgynevezett narratív ellenzéssel foglalkozik. Azaz a következő történik, ez az első csoport, ahol az elején írtak egy történetet, most ha előtte nem jegyezték meg, de most akkor elmondom, megint fognak írni egy újabb történetet, és ezt a kettő történetet beültetjük ebbe az algoritmusba. Ő összehasonlítja a szavakat, ez az a narratív ellenzés, és megpróbáljuk megmutatni számítástechnikával, hogy elmozdult az önbizalom, az optimizmus és tudtunk egy külső, egy légkörnek a megteremtésével ráhatni egy belsőnek a, a átalakulására. És ha igen, akkor meg fogjuk csinálni, van rá fejlesztésünk, van, van rá emberünk, és meg fogjuk csinálni angol nyelven, mert azt mondják, hogy a narratíván át tudja egy ország átörökíteni a gondolkodását, a, a történelmét és ha bele akarunk, szeretnénk azt, hogy másképpen gondolkodjanak, más gondolatokat vigyenek előre egy országban, akkor meg kell változtatni ezt a narratívát. Most ez az első lépés abban, hogy tudunk-e erre ráhatni. Én végtelenül önölök annak, hogy azok, akik itt voltak ma este, részesei lehettek ennek a kísérletnek, illetve ennek a színpadi munkának. Nagyon-nagyon nehéz ide kiállni, aki tudja, csinálja, volt már, Szendrői úr, ugye Kata, Kata, angolul már adott elő, Jenő meg most adott elő először. Tehát ez egy borzasztó nagy kihívás. De innentől kezdve nem lehet tőlük elvenni ezt. Ezt a kis vágyléjunkba letárolják, és akárhova mennek. És én ebben bízom, hogy olyan fiatalok, mint Távid, majd később, amikor az életben kapnak egy nehezebb feladatot, akkor tudják, hogy ott van ez a kicsi vágyléjunk, és ha meg tudtam tenni a színpadon, akkor most meg tudom tenni patológián, meg tudom tenni egy fontos tárgyalás keretén belül, meg tudom tenni egy komoly kihívás leküzdésében. És én nagyon hiszek, ahogy Renáta is mondta, a sport, hogy mennyire fontos az, hogy lélek alakító. Hát én életemben nem láttam, nem tapasztaltam egy ennyire erős lélek alakító eszközt. Mert azok az emberek, akik ma itt voltak, nem így kezdték. És mi egy kicsit szeretnénk, tehát nekünk az a missziónk, hogy mi el akarjuk mozdítani ennek az országnak az önbizalmi mutatóját. Teszünk érte, nem kérünk állami pénzt, ez nem egy vállalkozás, amire büszke lehetne valaki pénzügyileg, de vállaljuk azt, hogy az embereknek adunk valamit is. Bízunk abban, hogy előbb-utóbb be fogjuk tudni indítani ezt a motort úgy, hogy az emberek elkezdenek maguktól jönni, és felismerik annak a súlyát, hogy mi lenne az, ha valaki ki tudna úgy állni, mint Pickó Kati, és elmesélni egy olyan történetet, amikor hányan éltük át az, hogy egy mentőből belülről kifele nézünk. Én még nem is annak örülnék, ha, ha egyszer eljön az a nap, hogy elköltözöm erről a bolygóról, hogy mondhatom az, hogy ezt nem pipáltam ki. Nem akarok nagyon okos ötleteket osztani, mert szerintem itt már lehet bőven van miből válogatni és hazavinni. De nagyon-nagyon büszke vagyok ezekre az emberekre. Köszönöm Kisázi Gergelynek a munkáját, Atisnak a munkáját, Buza Kovács Briginek a munkáját, akik segítették, meg azt a bátorítást a régi diákok, ha mondhatom úgy, hogy Judit, Kata, félig meddig, mert te voltál, de most beszéltél, Kopányemese, olyan emberek, Iris, Lippai Nagy Iris, aki tavaly volt színpadon, hogy köszönjük szépen azt, hogy visszajöttek, visszajöttetek, és segítitek azokat, akik most vannak ezen az úton. Én biztos vagyok benne, hogy lehet, hogy nem hat hónap múlva, de lehet, hogy egy pár év múlva ez a terem, itt dolgozunk Krippel Feri barátommal azon, hogy egy fél év múlva ebből a teremből át tudjunk költözni egy 300 fős olyan rendezvényt megcsinálni, ahol ennek a fontosságát, meg a nívóját tudjuk emelni hogy ennek a kultúráját vigyük bele újból a köztudatba, hogy az emberek tudják, hogy ez egy félelem, és annál inkább tudják azt, hogy ezt a félelmet le kell küzdeni. Köszönöm, és nagyon-nagyon kellemes gondolkodást kívánok mindenkinek, mert szerintem lesz mire gondolni lefekvés előtt, és köszönöm külön minden egyes előadónak. Mi végigcsináltuk ezt, a, ezt az utat, féltünk, mint minden alkalommal, is a te jó ég, hogy, fogjuk, túl, ugye, hogy fognak ők szerepelni a színpadon, és mégis azt mondom, hogy remekül. Köszönjük. Köszönjük.